Sziasztok srácok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ebben a mai videóban, amiben a vadonatúj random eventről, az Armored Tracksról lesz szó. Bocsi egyébként, hogy csak most készült erről a videó, de egy örökké valóság volt leszpannoltatni ezt az eventet. Viszont nem is húznám tovább az időt, nézzük is, hogy mit érdemes tudni róla. Az Armored Tracks event nem egy teljesen új keletű dolog, ugyanis az igazán régi játékosok emlékezhetnek még rá, hogy ez az event a játék megjelenésekor is elérhető volt már, de aztán Rockstar valamiért úgy döntött, hogy 2015-ben szinte az egyik első nagyobb frissítéssel kiveszi és hosszú-hosszú éveken át nem is teszi vissza, egészen mostanáig. Az eventnek a lényege, hogy egy páncélozott pénzszállító kocsi jelenhet meg 10 különböző helyen, Los Santos, valamint Blaine County különböző területein. A megjelenését egy kis kék pötty fogja jelezni, ahogy azt már megszokhattátok más eventeknél is. Ez az event bármilyen sessionben, bármennyi főnél megjelenhet, de nagyon fontos, hogy minimum 16 percnek el kell telnie a sessionbe való csatlakozás óta. Amennyiben a videóban is látható 10 lehetséges helyszín közül valamelyiken megjelenik egy Armored Truck, akkor a pénzszállító kocsi hátulját egy sticky bombbal fel kell robbantanotok. Ez nagyon fontos, mert csak így lehet kinyitni, sehogy máshogy. Majd a tiétek is a 25.000 dollárt tartalmazó táska. A járműben ülő két NPC rátok fog támadni, valamint lesz egy két csillagos körözésetek is, de semmi több ellenállással és enemivel nem kell számolnotok. Én azt javasolnám egyébként, hogy keresni ne feltétlenül keressétek az eventet, hanem inkább, hogyha random belefuttok játszás közbe, akkor szedjétek ki, mert a saját tapasztalatomból mondom, hogy baromi nehéz leszpannoltatni, és lehet, hogy mondjuk nektek szerencsétek lesz, és előbb megtaláljátok, nyilván rátok bízom, hogy hogyan szeretnétek megszerezni, de ez egy jó tanács, hogyha rám hallgattok, akkor keresni igazából nincs értelme, leszámítva mondjuk még ezt a pár napot, mert a héten dupla szorzó van rajta, ezért is van az, hogy 50.000-et adott most, és nem 25.000-et, de jövő héttől 25-öt fog. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai videó, én nagyon-nagyon remélem, hogy hasznos volt számotokra, hogyha így van, kérlek dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a további tartalmakról. Én Dani voltam, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, sziasztok!